Kigyulladt egy lakóház a Hajdú-Bihar vármegyei Szerepen, a Vörösmarty utcában. Az épület teljes terjedelmében lángolt. A püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották a tüzet. Munkájukat segítette egy püspökladányról érkezett vízszállító is. A lángokat késő délutánra sikerült megfékezni a tűzoltóknak. A gyors és szakszerű segítségnyújtás ellenére a 80 négyzetméteres lakóház teljes terjedelmében kiégett, lakhatatlanná vált.